Az Úr legyen veletek! És a te lelkeddel! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben a farizeusok odamentek Jézushoz, és megkérdezték, szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét? Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt. Mit parancsolt nektek Mózes? Azt felelték. Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk és elváljunk. Jézus folytatta. A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét. Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta. Aki elbocsátja feleségét és mást veszel, házasságtörést követel ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét és máshoz megy, házasságot tör. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangéliumnak és az azt előkészítő ószövetségi olvasmánynak a házasság, a család és a válás a témája. Isten eredeti terve az volt, hogy szeretetben és szabadságban kibontakozzon az élet. Ez minden életre igaz, az élet teljességére igaz, de különösen is az élet arra a formájára, az életnek arra a formájára, ami Isten képmására lett teremtve, vagyis az emberi életre. A szeretet és a szabadság teljességében kibontakozó élet. Szép ez a kifejezés, nekem nagyon tetszik. De magát ezt a folyamatot megtörte a bűn. Az állatok, a növények, vagy az ásványok nem tudnak bűnt elkövetni, nem tudnak föllázadni a teremtő ellen, nincs szabad akaratuk. A bűn megtörte azt a szép egységet, ami a férfi és a nő között volt, milyen szép az, ahogy Ádám rácsodálkozik Évára, és azt mondja, hogy ez most már csont az én csontomból, és hús az én húsomból. Asszony a neve, mivel a férfiből vétetett. Ezt a szép eredeti képet, valóságot megtöri a bűn, és bejön az ember életébe a kemény szívűség. Ezt a részt most nem hallottuk felolvasva, de így folytatódik a bűnbeesés után a Teremtés könyve, ahogyan Ádám és Éva között megtörik az egység, rögtön vádaskodnak. Ádám mondja, hogy az asszony okozta a bűnt, akit te adtál mellém, így még magát Istent is vádolja Ádám. A bűn magasztottságot, hűtlenséget okoz. A bűn által bejön a kemény szívűség ebbe a világba. És azt mondja Jézus, hogy Mózes próbálta gyógyítani a kemény szívűséget a törvény által, de nem sikerült neki. Milyen érdekes, hogy a farizeusok, akik ismerték a törvényöket, próbára akarják tenni Jézust. Nem azért mennek oda hozzá, hogy tanuljanak, hogy gyógyuljanak, hanem kritikus lelkülettel jönnek, nem tanítványi alázattal. Ezért is mondja Jézus, hogy a ti szívetek keménysége miatt írta nektek Mózes ezt a parancsot,
konkrétan nekik mondja, akik épp ott állnak előtte és vitatkozni akarnak, de csak próbára akarják tenni Jézust, nem tanulékony alázattal, nem igazi kíváncsisággal jönnek. Jézus visszairányítja a figyelmet a kezdeti Isten eredeti tervére, a szeretetben és szabadságban kibontakozó életre. Visszairányítja a figyelmet, mert ő is tudja azt, hogy nem gyógyulhatunk meg igazán, hogyha csak arra figyelünk, hogy a parancsok minimális lécét, korlátját éppen hogy megugorjuk. A férfi és a nő közti hatalmas törést az atya úgy gyógyítja, hogy a fiát küldi el. Nagyon szépen rímel Jézus utolsó vacsorán elmondott beszéde, imája arra, ahogyan Ádám újjong Évát látva. Ugye Ádám azt mondja, hogy te vagy az én testem, te vagy az én húsom, csontom, vérem. Egy szerelmi vallomás mond rögtön első pillantásra Évának. Hát nem gyönyörű? Azt mondja a férfi a nőnek a bűnbeesés előtt, hogy te vagy az én testem, húsom, csontom, vérem. Ádámnak fölragyog a szeme, és betelik örömmel, látva, hogy milyen szépet, milyen csodát ajándékozott neki az atya ebben a nőben, aki itt áll előtte. És valahogy ez az öröm, ez az újongás ismétlődik meg, persze más tartalommal, de azért nagyon hasonló az, ahogy Jézus az utolsó vacsorán kezébe veszi a kenyeret és a bort, és azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem. És ezt nem csak arra a darab kenyérre és arra a borra mondja, hanem arra az apostoli közösségre, az egyház csírájára, magjára, ami őt ott körbeveszi. Krisztus az atya küldötte, az atya fia, Krisztus a vőlegény, és az egyház a mennyasszony. Ezért is mondja Pál apostol, teljesen összekapcsolva a férfi és a nő kapcsolatát, Krisztus és az egyház kapcsolatával. Efezusi levél, 5. fejezet, 25. vers. Ti férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Most így a házasság, család és a válás témájáról nagyon sok mindent lehetne mondani. Erről szól a házas hétvége nevű lelkiségi mozgalom, erről szól az Emmanuel közösségnek a házasok felé irányuló úgynevezett Áve hétvégéje. De nem csak a katolikus házasságterápiákat tudom ajánlani, én föl vagyok iratkozva Mihalec Gábornak, egy keresztény házasságterapeutának a levelező listájára, és bár nyilván én nem vagyok házas, mint katolikus pap, celibátusban élök, de el szoktam olvasni, bele-bele nézek, hogy miket ajánl ő a házasoknak, és ebből, ha nem is közvetlenül, de merítok gondolatokat a saját papi hűségemhöz, erőt, impulzust. De visszatérve ehhez a gyönyörű képhöz, hogy ahogyan Krisztus életét adta a mennyasszonyáért, az egyházáért, az ő saját testéért, ugyanígy csak az önfeláldozó szeretet tudja újját teremteni a megtört férfi-nő kapcsolatot. Az emberiség alapja a férfi és a nő szeretet egysége. Ma
ezen a napon, október 7-én Romániában népszavazást tartanak arról, hogy vajon a házasság továbbra is maradhat-e alkotmányos törvények szerint férfi és nő egysége, vagy esetleg úgy, ahogy Nyugat-Európában és már az Egyesült Államokban sok helyen megtörtént, hogy azonos neműek is köthetnek polgári törvények szerint házasságot. Természetesen a katolikus egyházban, egyetlen egy templomban soha nem engedték meg ezt, meg nem is fogják megengedni, hogy azonos neműek házasságot kössenek. Hiszen ez mélységesen ellenkezik a Biblia tanításával és az egyház hagyományával. A mai napon gondoljunk Romániára, imádkozzunk értük, hogy megerősítsék az eredeti szándékát a Jóistennek az emberiséggel, a férfi és a nő kapcsolatával. Úgyhogy én most ezzel a rövid gondolatsorral be is fejezem, de egy kicsit saját szavaimmal imádkozok, hiszen Romániában nagyon sok magyar él, ugye az elszakított magyar területeken. És nekünk újra és újra ki kell nyújtanunk a kezünket, konkrétan is, a testvéri segítségnyújtásban, de ki kell nyújtanunk a mi áldó kezünket imádságra is, ami magyar testvéreinkért, és azokért a testvéreinkért is, akik nem magyarok, de ugyanazon a keresztény hiton vannak. Úgyhogy most álljunk föl, és mondjátok velem ezt az áldást, bízva abban, hogy az Úr csodát tesz, és nem engedi, hogy egy újabb ilyen botrány történjen egy egész ország életében. Mondjátok velem ezt az imát. Drága mennyei atyánk! Drága mennyei atyánk! Fiad Jézus nevében! Megáldjuk a mai napon Romániát! Jézus Krisztus szent nevében. Üzd el, atyánk, az ördögöket. Üzd el, atyánk, az ördögöket. Jézus Krisztus szent nevében parancsolunk minden démonnak. Jézus Krisztus szent nevében parancsolunk minden démonnak. Amik a mai napon Romániában meg akarják rontani a házasságokat. Amik a mai napon Romániában meg akarják rontani a házasságokat. Drága Jézus Krisztus! Drága Jézus Krisztus! A te szent véred erejével! A te szent véred erejével! Tisztítsd meg a törvényhozók elméjét! Tisztítsd meg a törvényhozók elméjét! Tisztítsd meg a hívők szívét. Tisztítsd meg a hívők szívét. Mentsd meg, Urunk, a mi drága erdélyi testvéreinket. Mentsd meg, Urunk, a mi drága erdélyi testvéreinket. Mentsd meg, Urunk, az elszakított magyar területeken élőket. Mentsd meg, Urunk, az elszakított magyar területeken élőket. Jézus nevében ellene mondunk minden ostoba paráznaságnak. Jézus nevében ellene mondunk minden ostoba paráznaságnak. És kérünk, atyánk, hogy gyógyítsd a férfiak és a nők közti kapcsolatot az egész földön. Gyógyítsd a férfiak és a nők közti kapcsolatot az egész földön. Köszönjük, atyánk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben.